Most ért véget a hétfői konzultációmnak a délelőtti része. Ugye hétfőnként van márkaépítés, tanácsadás, konzultáció, igazából ennyit jelent ugye, hogy tanácsadás. És egy érdekes dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban nekem, ugye mivel két részből áll, két választható formája van, az egyik az online, tehát amikor interneten keresztül kapcsolódom valakihez, és akkor gyakorlatilag úgy dolgozunk, és van az élő, amikor személyesen találkozunk, és azért nagyon érdekes, hogy fele arányban kérnek személyes konzultációt tőlem a partnereim, hogy annak azért megvan a varázsa, hogyha ha személyesen tudunk találkozni, de igazából nincsen semmiféle probléma, mint például a Vadászi Robiékkal kezdtem el dolgozni ugye reggel, már 8 órakor, most Nyíregyházán vannak ők, ez egy nagyobb távolság, ugye családi Népbrigivel a Madlazer kozmetikát építettük most délig, és akkor délután lesz még kettő tanácsadás, mind a kettő online, és alapvetően a bármelyik működőképes. De egyáltalán, hogy miért érdemes igénybe venni, meg hogyan lehet igénybe venni ezt a tanácsadást, mindenképpen egy előképzettséghez kötődik, és ezt igazából akkor érti meg az ember, amikor elkezd járni a képzésre. Ugye maga a Falcon Branding program, ez a könyv olvasásával kezdődik, tehát így indul el mindenki ezen az úton, aki márkát akar építeni vállalkozóként, aki szeretné, hogy stabilan partnerek kötődjenek hozzá, vásárlóerő legyen, vagy később franchise-ot akarnak csinálni, a versenytársakat akarják legyőzni. Ez egy nagyon jó módszer arra, hogyha valaki nem csak vállalkozást csinál. Itt például a Siófokon most nyílt egy autóalkatrészüzlet, meg nem is tudom, talán valami szabóság, vagy ilyesmit láttam utoljára, amikor tényleg csak ennyi van kiírva, autóalkatrészkereskedés. Hát, ja, tehát ott nem a márkaépítésről szól a dolog, de mindenképpen azért ajánlott lenne, hogy azt csinálja az ember. Tehát a márkaépítés ugye vállalkozóknak szól, elindulnak az emberek a könyv olvasásához, amikor igazából rájönnek az emberek, hogy azért is fontos. Tehát amíg nem olvastad a könyvemet, az építsd is márkát, vagy legyél te a márka című könyvet, akkor mindenképpen érdemes ezt a könyvet megszerezned. Aztán érdemes eljönnöd a VIP klubra, ahol olyan emberekkel tudsz találkozni, akik már építik a márkát, járnak a Falconra, előadásokat tudsz hallani. Ez most héten lesz szerdán, és 9 órakor kezdünk a Hotel Azurban. És aztán utána ugye az embereknek megjön a kedvük, stb. Akkor jönnek az akadémiára, és ugye akik az akadémiára járnak, nekik van lehetőségük arra, hogy eljöjjenek velem az Egyesült Államokba minden évben, ahol gyakorlatilag megnézzük a nagy-nagy brendeket, hogy hogyan építik az Egyesült Államokban. Tehát amit én ajánlok neked, hogy kezd el a márkaépítést, tehát gondolj arra, hogy tényleg, hogy építsél márkát, és ha még nem vetted meg a könyvemet, akkor vedd meg, ha pedig már tényleg azon vagy, hogy szeretnél márkát építeni, akkor pedig ne halogassad. És a márkaépítésben egyetlen egy nagy buktató van, amikor az ember hagyja, hogy menjen az idő, és márkaépítés helyett valami egészen mással foglalkozik. Tehát a te legnagyobb befektetésed a vállalkozásodba, az igazából a márkádnak a felépítése. Találkozzunk most!